Nekünk magyaroknak jó részt olyan ünnepeink vannak, amelyeket valami mindig beárnyékol. Gondoljuk csak március 15-ére, az 1848-as forradalom kitörésének napjára. Ott van mögötte a tragikusan elvesztett szabadságharc árnyéka. Augusztus 20-a estén pedig a kommunista diktatúra által megfosztott Szent István napra, melyből alkotmányünnep lett. Október 23-át csak a rendszerváltás után lehetett ünnepelni, és mindmáig ott van a kegyetlen megtorlás árnyéka. Talán mindezek figyelembevételével október 6-át nem ünnepnek, hanem a megemlékezés fájdalmas gyásznapjának nevezem. Az ünnepnél a mi kultúránkban felszabadultan, jókedvel, derűsen, szívünket valóban ünneplőben öltöztetve üljük körbe az asztalt, vagy hallgatjuk a szónokot. Október 6-án ezt nem tehetjük. Ugyanúgy nem, mint az 56-os forradalom leverésének napján, november 4-én. Úgy gondolom, 172 év eltelte után október 6-a nem az ökörrázás, vagy a belemagyarázás, esetleg a magyarázkodás napja, sokkal inkább a csendes megemlékezésé, a hősök előtti tiszteleté. Hősök mindenkoron voltak, és bizonyára lesznek is. Azt, hogy a történelem kit minősít azzá, azt egyrészt az idő válaszolja meg, másrészt az emlékezet. Az előbbit az adott korszak politikája határozza meg, ám az emberek, a hazájukat szerető emberek emlékezete az nem változik meg. Az emlékezet kophat ugyan, az erőszak ideig, óráig elhallgattathatja, de kitörölni nem képes. Apák adják át fiaiknak, írók, költők, képzőművészek, zenészek, táncosok, műsorok örökítik. És bátran vallom kimondani, és vállalom, nem baj, ha a művészek emlékeink fenntartása érdekében egy kicsit lódítanak, színesítik is, hiszen a tények ott vannak a történelemkönyvekben. Az idézőjelbe tett mese, a szájhagyomány nem mond ellent a dokumentált eseményeknek, hanem emberközelibbé hozza egy-egy kor szereplőit. Gondoljunk csak Móra Ferenc, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond csodálatos meséire. Vagy Arany Jánosra, aki a Családi Kör című versében ezt írja a béna harcfiról. De mikor a vacsorának vége, nem nehéz helyen áll a koldus beszéde. Megered lassanként, s valamint a patak, mennél messzebb foly, annál inkább dagad. Beszél a szabadság véres napjairól, s keble áttüzesül, arca felpirul. Beszél azokról is, szeme könyvben úsznak, kikkel más hazába bújdosott koldusnak. Elbeszéli vágyát honaszent földére, hosszú terhes útját, amíg hazaére. Az idős fiú leteszi a könyvet, figyelmes arcával elébb görnyed. És mihelyt a koldus megáll a beszédben, mesélj még egyet, rimánkodik szépen. Nem mese az, gyermek, így feddi az apja. Rátekint a vándor, s tovább folytatja. Ezek a művek a korai utókor nevében tettek koszorút, még ha jelképesen is, mindazok fejfájára, akikre ma emlékezünk. Tábornokok, főtisztek, egy miniszterelnök és sok-sok névtelen honvéd. A kiegyezést követően már nem kellett félni a honvédsírok előtt a hozzátartozóknak. Egyre több település állított emlékművet, melyeket ma is fájó tisztelettel ápolnak és ápolunk. A 172 év alatt besüppedhettek a sírok. De a keresztek nem élhették meg a korhadást, mert újak kerültek a helyükre, még akkor is, ha egyetlen leszármazott sem maradt a katonák után. Maradt viszont tisztelet a városok, falvak lakóiban, akik a gyászos évfordulókon nemzeti színű piros-fehér-zöld szalagos koszorút tesznek a sírokra. Mindenkiben felfelsejlik a hős szó értelmezése. Zaklatott ez a világ. A 21. század 21. éve van. Mégis hinni akarom, hogy a világjárvány, a gazdasági nehézségek, az esetleges családi és anyagi gondok mellett is lesz, aki felváltsa a sírok előtt álló emlékező idősöket,
és ugyanolyan szeretettel, tisztelettel helyezel egy szál virágot bárhol a világban, ahol emlékeznek azokra, akik 1848-49-ben életüket adták, vért hullajtottak a magyar emberek szabadságáért. Nem lenne teljesen szubjektív ünnepi beszédem, ha kihagynám a valódi tényeket. A szabadságharc leverését követően a teljhatalmat kapott Hajnau szörnyű megtorlása következett. Az Aradon kivégzett honvédtisztek száma 16. A nemzeti emlékezet mégis elsősorban ezen a napon kivégzett 13 tisztet tartja számon. Emlékezzünk Lázár Vilmosra, Dezsőfi Arisztidra, Kis Ernőne, Sfejdel Józsefre, akiket lőfegyverrel végeztek ki. Ez a katonai kivégzési mód azonban nem lehetett osztályrésze Pöltenberg Ernőnek, Török Ignácnak, Láner Györgynek, Knézics Károlynak, Nagy Sándor Józsefnek, Leiningen-Westenburg Károlynak, Aulich Lajosnak, Damjanich Jánosnak és Vécsei Károlynak, őket kötél által végezték ki. Hajnaunak a magyar honvédtisztek elleni bosszú hadjárata azonban nem Aradon kezdődött. Augusztus 20-án Temesvárot lőtték főbe lobak Hurbi Gyula őrnagyot, Görgei Artúr volt segédtisztjét. 1849. augusztusa és 1850. februárja között Aradon még további honvédtiszteket végeztek ki. 1849. augusztus 22-én Ormai Norbert horvéd ezredest, a honvéd vadászezredek parancsnokát, őt szokás első aradi vértanulak is nevezni. 1849. október 25-én Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Kazinczy Ferenc fiát, őt szokás a 15. aradi vértanúnak nevezni. Kivégezték 1850. február 19-én Ludwig Hauk ezredest, Bem József tábornok hadsegédjét. Lenkei János honvéd vezérőnagy szintén az aradi várt börtönben halt meg. Őt azért nem végezték ki, mert a börtönben megtébolyodott. Az aradi vértanúk mellett ugyanilyen fontos kötelességünk megemlékezni gróf Batthyány Lajosról, az első, független, felelős magyar kormány miniszterelnökéről is, akit ugyanezen a napon végeztek ki Pesten, a mai Szabadságtér területén. A megtorlás ellen Európa számos uralkodója, vezetője is tiltakozott. Ápolja emléküket minden magyar, akinek szent a szabadság szó, minden magyar, akinek a múlt messzeségében volt valamilyen hős, minden magyar, aki ezeket a sokat szenvedett népet testvérének tekinti. Ápolja emléküket minden magyar.